Ked délután országszerte megszólaltak a légi szirénák. Az ukrán légvédelmi rendszer több alkalommal is sikeresen elhárította az orosz rakétákat, ám több megyéből robbanásokról számoltak be. A főváros elleni támadást Vitali Klitschko polgármester is megerősítette. A légvédelem négy rakétát megsemmisített, de becsapódás történt a város központjában. A belvárosban lévő Pechersk kerületben az előzetes információk szerint Két lakóépületet találtak el lövedékek, közölte Klitschko a Telegram küldő alkalmazáson. Közben Csernyi megyét is bombázás alá vették az orosz erők. Az információt Vyacheslav Csausz katonai kormányzó is megerősítette. Lviv megyében szintén légitámadást hajtottak végre, akár csak Poltava, Melnyicki, Vinnyica, Zsitomir, Sumi, Harkiv és Cserkaszi megyében. Az orosz csapatok kedden, mint egy szállítás rakétát lőttek ki Ukrajnára.